Hát akkor szevasztok gyerekek, ciao mindenkinek, ciaoztok. Folytatni fogjuk a kis állatkertünket, ami ugye hát nyilván azzal fog majd összejönni, hogy itt a Safari Parkot mindenképp összehozzuk, ugye? És hát ugye ezért teli legyen nekünk az állatkertünk. De ugye miért még bármit is csinálnak, meg kell nézni itt a tevéket. Meg a gazellákat. Oké, ez jó, 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 mert ugye tudjátok, hogy általában amikor ilyen történik, általában lehet, hogy egy-két állat több ki szok szökni, meg ilyenek, de szerencsére most egyelőre még nem történt ilyen. Na, viszont ugye ott tartottunk, hogy ugye a zsiráfot és a zebrát már ugye betettük, hogy legyen egy kis nézői közönség itt. Szóval vannak a zebrák? Aló? Itt van, jó van. Ugye két zebrát beraktunk. Ha jól tudom, igen, kettő zebra benn van. És kettő zsiráf, igen. Ott az egyik zebra, jó van. Zsiráf, igen, és viszont a zsiráf terhes, ugye, azt tegyük hozzá. És most ugye a kérdés az, hogy ugye most az orszarvúra akarunk majd gyűjteni. Szóval hogy mindenképp azt berakjuk, az orszarút a mai nap, mindenképp megcsináljuk. Nem lesz egy könnyű piskóta, mert ugye hát pénz kell hozzá, viszont tehát az egyelőre még nem a design majom közé tartozik, majd hogyha beindulna mondjuk ez a rész, akkor lenne az igazi. Viszont a pávákról én leadtam, a pávákról, pelikánokról, mert hát egyszerűen az konkrétan nem egy nagy élettartamú. Ugye, és ugye ezeket is beszélgettük, hogy ezt még így kinagyítsuk idáig, hogy akkor itt lesznek a hódok is a vízilovakkal. Itt ezt is ki fogjuk rakni, ugye addig legalább, és akkor igazából ugye fél állatkert meg is van. És ide meg akkor betesszük ezek közé, a pávák közé, ha minden igaz, akkor a gyűrűsfarkú makikat. Ugye, mert azt se felejtsük el. Na. De hát egyelőre most gyönyörködjünk ebbe a dologba. Most úgyis mínuszba vagyunk. Várunk egy kicsit, hogy visszajön a pénz, és akkor hát próbálunk fejleszgetni, meg ugye gyűjtünk közben az orszarvúra. Tehát hát reméljük, hogy minél előbb benn lesz. Ugye, és hát akkor jöhet itt minden. De mondjuk amúgy szerintem úgy tök jó meg van csinálva az állatkertünk amúgy konkrétan, most stabil 4 csillagos. Remélem, most nem lesz más dolog. Viszont ugye most már van egy csomó újabb kerítés, nyilván az ugye drágább meg másabb, de na mindegy. Hát azokat is azért meglássuk, így kifejleszgessük szépen amúgy. Na gyere, ezeket kiváltsuk, mert ezek... Ugye várjátok, strúc, tényleg ott a strúc is, hoppá, hoppá. Strúc. Az orszaruknál, vízilovaknál meg egy nőstény született, hogy... Ja, fiú van, na várjátok, ott egy... Várj, van pelikánunk. Vagy flamingó, na várjál, hogyan? Ki kellett még egy tojás? Páva, 7 terhes, nagyon jó. Na mindegy, hát akkor először, akkor inkább mégiscsak a strucra fogunk gyűjteni, és nem a... Nem a izéra. Azt mondja, hogy itt van két fiú, két nőstény. Egy nőstény baba, és még kéne egynek lennie, nem? Vagy ez most csak ilyen egyet szül? Jó van, ha csak egyet, akkor csak egyet, nem lényeges. Elég az az egy is. A pingvinek azok meg konkrétan beszaporodtak itt, csak... Hát te mi vagy? Te nőstény vagy? Pici pingvin? Jó, te nőstény vagy. Te is? Te is? Jó van azért.
De vannak itt a nelegem. Azt mondja, itt is van nőstény, fiú. Fiú. De a gazellák általában csak fiúkat szülnek. Egy... Mi van? Egy nő van. Haló? Jó, hogy most esik teherbe, ez fix. Jó van, kettő nőstény van. Három. Jó van, azért van nőstény, jó van. Jó, jó. Tevék, ti hogy álltok? Jó, itt is van az én nőstény szerencsére. Nőstény szerencsére. A... Jó van. Van azért, oké. Na, azt mondja, hogy hány emberke van itt? 100 ember, na, mi a rossz sem. Jó, hát így az állatok egyelőre megvannak. Pedig kérdés, ugye majd ezeket a bodegákkal nem tudom, hogy mi legyen. Mert úgyis, hogyha ugye innen fogunk még egy utat felépíteni arra. És igazából akkor lehet, hogy már itt a másik felét úgy fogom megcsinálni, hogy nem ilyen darabosak lesznek, hanem egybe valljuk az állatokat, inkább nagyobb katróc. Itt felvezetünk egy utat, és akkor itt ilyen nagyobb katrócok lesznek, és akkor telibe minden. Jó, hát még hozzák a bevételt. Lehet konkrétan. Na mindegy, meglássuk majd, hogy alakulunk. Egyelőre legyen meg akkor a kés struc. Itt a te meg itt rugózó, tetya. Szóval egyelőre jó beépítettük. Konkrétan, most ez a szavannai rész, ez majd jó lesz ám. Imádják az állatkertet, ennek örülünk, hogy imádják. Ja, viszont ugye, amit... Aha, még krokodilok. Aha, ott jó van, ők megvannak. Egy nőstény, még egy nőstény, nőstény, fiú. Most konkrétan egy fiú van, a többi mind nőstény. Az úgy jó. Jó van. Nem szóltam semmit. Ugye majd még ezt kéne kifejleszteni, ezt a kaméleonost, és... Ezt ugye valahova ide kéne ledobni majd. Hogyha úgy van, de... Mindenképp először a struccokat betesszük. Ugye, ők is ide a szavannai környezetbe fognak jönni. Römikérte most nem kell lesz. Páva se kell lesz. Uban, nézé, gorilla. Ott egy, na, ugye, na lássátok, most a csimpánzt is lehetne ide rakni, ugye, be ezekhez, mondjuk. Előfordulhat, hogy mennyi egy csimpánz? 15 ezer forint egy csimpánz. Az igen. Na mindegy, rámegyünk a strucra. Az brutál, 15 ezer egy csimpánz, gyerekek. Az igen. Azért az szép. Na mindjárt meg is lesz az egyik strucra a pénz. Nyilván a hímet tesszük be először. Neki van valami elvárása? Na, mi játszó? Játszó lasztik kellene. Jó, van, teszünk be egy-kettő. Kő meg van benne szerintem, vagy... Ezt így tévede? Már van benne egy-kettő ilyet, tedd be, azért jó van. Legalább a hímet bedobjuk. Ez hadd menjen be. Hát ezeknek külön izé nem kell szerencsére házikó, meg ilyenek. Na gyerünk gyerekek, dobjuk föl, de nagyon gyors.
Még kell 500 dodó. Gyerünk gyerekek, 500 dodó. Lassan megszül a zsiráf amúgy. A zebra is terhes, nagyon jó. Igen, mondjuk azért ugye nagyon nagy a izé a költségvetésünk, de szerencsére azért hamar visszajön a pénz. Szóval majd, itt mondtam, hogy lehet lesz olyan videó, mikor majd itt vesett videó, mikor majd külön csinálom itt a dolgokat. Na hát akkor egy hímstruc go bele. A nagy szép parkba. Ha ő itt a struc. Kicsit kopaszos, de cuki amúgy, cuki állat. Cuki pici állat a struccocska. Aztán majd neki is betesszük a másikat, aztán akkor jöhetnek őknek is a porondjai. Ugye? Zebra. Csak azért nem tudom, miért nem tesznek ugye a gondozók, hogy miért nem tesznek be így nagyobb betetőt, mint ahogy én is ide betettem a zsiráfnak. Azt mondjuk, ezt nem értem. Zebra konkrétan kéne. Épp most kelt ki páva 8. Nagyon jó. De mi nincsenek még így túl rakva? Na, még nincsenek. Jó van. Szóval nem értem, hogy ilyen nagyobb betetőket miért nem tudnak kivágni. Na most beesteledik. Új de lámpákat mi nem tettünk le. Aha, na mindegy. Na azért ez az éttermek amúgy jól mennek, szerencsére. Kukát tett. Aha, kukát se tettünk még le ide. De még igazából ide kuka minek kell, nem? Nincs olyan kis árus, amit eldobjanak, ugye azt meg úgyis csak eldobják ott. Na, jávor szarvas is terhes, nagyon jó. Ennek örülünk, hogy imádják az állatkertet, akkor gyerünk, húzzátok ki még a struccot. De dömi, dömi kell, most nem kell lesz, jó? Dömi, most nem te jössz. De neked a családod már benn van. Még ezt még jó, hogy megnéztem amúgy. Hogy mennyibe kerül egy orszarvas, hogy ott volt a struc. Na de viszont most hogy van itt a... Vizelo... A jó, az fiú. A sajnos óriás flamingo elhúny. Na jó van, azért itt is van kettő. Nőstény. És most született egy nőstény, meg ugye van kettő hím. Ugye, mert a flamingók ez a baj, hogy hamar elhullanak, sajnos. Na, még be tudjuk tenni így a mai nap azért, a másik struccot. Összejön a 3005 vajon? 3005, 5005. Hát nem. Jó, a mai napon nem rakjuk be. Szóval ugye az volt a baj, hogy nem elég szórakoztató nekik már itt az állatkert, viszont akkor lehet, hogy miért még betennénk a másik struccot, ezt kifejlesztük és bedobjuk nekik.
Azért legyen itt is valami. Mondjuk ez a parkrész, amit itt kialakítottunk, ez egy jó ötlet volt amúgy. Ez egy jó ötlet volt. Biztos nem unatkoznak az emberek. De ez, hogy a csimpánz gyerekek 15 ezer. Azért ez egy kicsit, na. Jaj, de picur! Hát jó van, de hol? De mi? Hát mindjárt jön nyugalom, nyugodjatok meg gyerekek, mindjárt lesz. Szökőkút, játszótér, minden egybe, hát. Nyugodjatok meg, hát miért nem szórakoztató? Jó, hát lesz mindjárt nyugalom, kifejlesszük a dolgokat, aztán lesz itt minden. Most konkrétan azért nem szórakoztató, mert hát jó, hát ott hátul jó, elhiszem, hogy itt még nem elég szórakoztató. De hát itt a térkép, mert nézegessétek, ott a játszótér. Így egy-két ember van konkrétan, aki úgy gondolja, hogy ez nem jó. A kioszkókat az mi lehet? Szobrokat, szökőköt és kioszkókat. Mi az a kioszkók? Mindegy, hát ha jönnek az emberek, jönnek. Ma már kerek 100 ember van belépő, nagyon jó. Jó, hát mindjárt lesz játszótér, hát nyugodjon meg mindenki, hát. Konkrétan, hát majd mindjárt itt beépítünk valami. Nincs pénz, no money, gyerekek, no money, nincs semmi. Építenénk, ha lenne pénz. Hát egyelőre ezt nem engedi meg. Á, neki nem tetszik. WC-re megy, oké. Neki nem tetszik. Csopa, nyugodjál, mindjárt lesz hűlőház, nyugodjál meg. Mindenkinek tetszik, csak neked nem. Hát, jó, hát mondjuk itt hátul azért tényleg nem tetszik senkinek. Jó, van nyugalom, gyerekek. Minuszban vagyunk egyelőre, hol építsek nektek bármit is. Ja, meg hát lehet az, hogy ugye nem lássák az állatokat. Jó, hát a gyerekek be kell épülni még a Safari Parknak. Mindjárt jönnek a zebrák, kisebb zsiráfok. Szóval úgy lesz, nem sokára jönnek a kis truccok is. Ne tessék, valamelyik imádja, valamelyik meg lehúrogja, mert nem szórakoztató. Hát ez ilyen. Minden nem lehet tökéletes. Na, van, ti még elfértek? Oké. Viszont itt azért már beindultak az emberek. Mondja, azt nem, az mindjárt szülni fog. Na, egyelőre meg a helyigényük megvan, szóval nincsen probléma.
Jó van, nyugodj már meg, hát most. Van kettő hím, egy nőstény, még egy, meg még egy. Ja, hát aztán, ha megszül, utána van az, hogy majd el kell adni párat, mert... De miért megy bele a vízbe, hogyha nem tud úszni? Te idegesítsé, páva! He? Hát ugye majd kéne igazából oroszlánt csinálni, de mondjuk annak meg kis ketrec kéne. Na mindegy, most ha úgy van, én kifejlesztem ezt a... elsősorban is ezt a kaméleon házat, vagy mi ez, hüllőházat. Legyen valami úgy szórakoztató. Majd páva kihult. Úgyné. Kifejlesztük itt az embereknek, aztán most gyűjtünk a nőstény strucra. Ajzé, megszült? Már még nem. Még nem szült meg a kis zsiráf. Lassan, annak is itt lesz az ideje. De meg itt, megint nézd meg, terhes a krokodil. A krokodilok az nyomják. Szava zsiráf. Mikor szeretném megszülni, mert kell a látogatóknak a gyerek. Na most. Most, oda nézzetek, hopp. Ott is van, ott. Azaz. Te cuki vagy. Na jó, van most akkor már a jövünk fölfele, itt egy zsiráf is már. De zebra, az, hát ő még ráér. Nem baj. Nem baj, de már ez is valami. Ez is valami, gyerekek, most már van benne zsiráf. Három. Ezek itt a kis bömböde vízilovak meg el vannak. Jó reggelt kívánok, milyen mosolygós feje van amúgy. Hol a hordótok, várja? Hát van a hordótok? Hol van ezeknek a hordó? Volt egy kék, ott van a hordó, e? Az igen, mert becsobbant épp. Na, jöhet a lóvé gyerekek. Ó, azt 1200 berakni? De mondjuk, ha látnak állatot, akkor már szórakoztató nekik a dolog, nem? Mindenképp a strucot akarom inkább berakni most. Aztán, hogyha lesz még lóvi, akkor majd izé betesszük a... Mit akartam mondani? A hüllőházat. Ez mindenképp a strucot. Viszont ezek még tök jó el vannak. Még az, hogy itt megették az egyik krokodilt, a testvérüket, de nem baj. Ez nem számít az. És viszont ez itt a kérdés, hogy ők hogy lesznek. És megvárom, míg megszül, mert addig... A jávószarvas 18 is terhes, nagyon jó, hát konkrétan szaporodna, mint a nyulak. Most a gazellák azok még el vannak, így nagyjából a tevék is. Ó, hát egy jön, egy meghal. Egy pupu teve megszül. Jó pici teve. De vagy mi lehet persze fiú? Szerintem ez egy ilyen meleg tanya lesz ez a teve tanya. Konkrétan nőt nagyon nem is szülnek amúgy. Ő meg éhes. Aha.
Nem mit szeretnék ajánlni, te csak? Mert neki kaja kell. Hát akkor menjek kajálni. Úgy van ilyen izé üreges farönk is neki. Ó. Na most akkor miért nem eszik? Vagy ő mást kíván? Na mindegy. Ezt megoldja a gondozója, remélem. Na, gyerünk. Hát nagyon éhes, hát menjenek kajálni, ha nagyon éhes. Hát miért nem eszik? Ó, hát már, na-na. Hogy már én etessem meg. Nézd meg. Tessék, banán, az jó lesz. Egyéb banán. Na végre, jó van, eszik. Na. Üsteit úgy kell ráerőszakolni mindent az állatra. Ez kívánatos állat, nézzétek meg. Hát nem eszi meg az egy sima kaját, neki banán kell. A fű már nem elég. Meghalt egy pingvin. Ó. Na várj, egy kis pingvint látok. Aha, ott meg, de az egy nagy. Ja, akkor az egyik már felnőtt volna. Hű, várj, betesszük a struccot gyorsan. Gyerünk, strucc, gyors, 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 gyors. Most van lóvé, most van lóvé. Strucc, nőstény, humba, itt, itt. Áh, pont levonta. Később vettem észre, hogy megvan a pénzt. Mindegy. Se baj, se gond. Majd most meg leszünk. Hát igen, neki azért kéne a közös lét. Kis strucnak. Szóval gyerünk emberek, gyűjtsük össze gyors ezt az 5500-at. Félek, hogy százan vagyunk az állatkertbe. Meg a tevék megvanna. Ott is megvanna. Két kis pingvinre emlékeztem. Mindegy. Egyelőre ezeknek még nincsen bajuk, de ha megszülnek, na akkor lesz baj. Azért vásárolnak itt is, ott is. Igen, és innen kezd nekik úgy... Ja, innen kezd egy kicsit unalmas lenni nekik. Mondjuk neki nem. Jó, hát ha megállna itt állatokat nézegetni, akkor nyilván nem lenne unalmas, de hát ez már mindenkinek a szabad joga. Gyűjjünk össze, kedves egybegyűltek. Az terhes, az nem terhes. Várj, a zebra még nem szült meg, igaz? Hol van a zebra? Ott van. Ha, majd fog. Na most lesz a jávorszarvasok, ne baj, mert megszült. Megszült az anyuka. Fiút szült. Egy darab fiút szülté. Jó van. Jött terhes.
Ő is terhes. Jó, hát még bírják így egyelőre, szóval nincs probléma. Aha, hát már neki is annyira oké. Okay. Mivel fiú lett, így az öregebbik fiút eladjuk. Elpattintjuk. Meg egy nőstényt, ami nem terhes. Válaszos 16, 18, 15. Mindegy, azt mondjuk meglássuk még. Hogy hogy leszünk vele. Ugye lényeg, egyelőre egy fiúval bőven megvannak. Sőt, ő is, hogyha felnő, akkor két fiú lesz. De meg kell várni, megszül, mert én addig nem akarom eladni, még terhes. Látogatók imádják az állatkertedet, de lehet, te szórakoztatom, mondjuk ezt így inkább, ezt a kifejezést. Ha meg állat lesz, akkor már nem lesz unalmas. Igen, mert itt ugye, hogy nem látnak úgy állatot, és gondolom ez nekik a probléma, de hát... És konkrétan minden safari parkot ki kell, tömíteni, hogy jó legyen. Nőstény, ez a fiú. A többi meg fönn van valahol a fán. Hát jó. Na. Császár pingvin tojást rakott. Helyes. Na, megszült a zebra, nagyon jó. Hol van a zebra? Ez a fiú. Ott van a... Lebukta. Mit szültél, fiú? Hát, nagyon jó. Fiú szült a zebra. Hol van a strutt? Valaki lát struccot? Itt van-e? Ott a strucc. Jó, mindjárt kapsz egy párt, nyugi. Nyugi, mi mindjárt megoldjuk a dolgot. Egy pár, két pár, lesz pár. Te inkább a magányos itt benn. Mindjárt megkapod a párodat. A gyerünk, gyerekek, rakjuk össze. 4000, 200, még egy 1000-es kell. És akkor meg is van a másik strutc. Jó, van, majd kapnak egyelőre az állat, a fontos, azt majd utána jöhet az ember. Most egy kicsit boldoggá kell tenni szegény struszt, hát itt egyedül van. Ez egy zebra volt. Aha. Na gyerünk még egy 500-os neki. Na, és. Na, nem akar összejönni. Na, ott is van, tessék, kész, vissza csókolom. Ott is van.
Mindjárt figyeljétek, hogy mindjárt nullára megy ez a piros. Ha már csökken is, mert már egy lefele jó van. Aha, a deréd milyen boldog. Ott futkározik. Most álltak egymásra, jóba. Remélem. Amúgy. Jó, ma így most már jó lesz az erő is. Így. Most a kérdés, hogy... Hát jó van, ők még megvannak, oké. Jaj, meg náluk majd úgyis itt ki kell szedni pár dolgot, mert kezdenek kitelni magukkal. Na most a kérdés, hogy be tudom-e tenni még eztet. Hát nem is tudom, ide kéne, mert úgyis körbe lesz kerítve úttal. Ha nem járkálnád be, akkor nagyon ügyes lennél. Így, né? Így. Na. Tessék, most mondd azt, hogy nem szórakoztató az állatke. Na, tessék, a kedvetekért ott van, na, hogy úgy. Ott, na, azért ám, na most mindenki azt nyugodjon meg. Nyugi, mert lesznek állatok, az úgyis más, hogy lesz ez fix, amúgy a dolog, de... Hát egyelőre én most csak ennyit tudok nyújtani. És konkrétan, hogy fotóst letenni. Hát itt mi, ebben mi van? Ebben tortás. Meg szódás, és melyikek vannak? Tortás, szó, és igen, hotdogos, ja. Az, ami még majd lesz. Na viszont mivel már strucc így megvan, tempopu tevét akarok amúgy. Rá, most már nem lesz unalmas az állatkét, nyugodjatok meg. Most már nílusi krokodil, mi történt vele a nílusi krokodilla? Na várjál. Eddig az ötnek volt a teteme, nem? Most már háromnak is van tettem? Ja, háromnak volt a teteme eddig, tényleg. Na, álljátok, mert ezeket most itt szemügyeket tartani, mert azt ezek beindulnak itt. Ez mindjárt szül, ez nem szül, az szül. Hogy ő meg fiú. Igen. Jó, a gazellák még megvannak itt, a tevék is megvannak. Köszönöm, nem tudom, hogy a tevén kívül van-e más sivatagi állatom, hogy körülbelül amit lehetne betenni. Jeges maci! Mondjuk nekik lehet, hogy ha... Hát de nem tudom, hogy ez nekik elég lenne ez a hely jeges medvének, vajon? Szóval hát... Karcsú, mondjuk egybe kéne nyitni a pingvinekkel, de nem akarom, hogy megegyék egymást, szóval, hogy... Azt én nem szeretném itten túlságosan túlnyomorítani a dolgot. Viszont a gyűrűs farkú makit tudnánk tenni, az lenne a legjobb. Idebe, mert az azt hiszem, az nem olyan drága, vagy az drága? Na, ezt nem tudom. Nem osztít meg a szarvas. Aha, jön a helyhiány. Hát ez. Azt mondja, hogy igen, akkor őt elpateroljuk. Te fiú vagy, akkor nőstényt mindenképp hagyni kéne. Azt mondja, hogy most három fiú lett. Most a kérdés, hogy ő mit hoz.
Ez fiú, ez is fiú. Ez is fiú. Kérdés majd, hogy ő mit szül. Mert oké, hogy most ugye nőstényt kivágtuk, ugye? Na, szülni fog, szülni fog. Durván egy tízesből van meg az állatkert, és ez is fiú. És egy fiú meg egy nőstény, jó van. Hát akkor azt mondom, hogy mivel fiúból van elég, szerintem egyelőre a szülészetet szegjük már meg, létszi, köszi. Viszont mivel ő se terhes, 16, 18, akkor őt is eldobjuk, így. És igazából akkor marad egy, igaz? Itt egy nőstény, az fiú. Tehát szóval akkor mit tudom én, eztet is így eldobjuk. Ő fiú, meg ő is fiú. Tehát konkrétan most van egy nagy nőstény, aki eteti, és nagyon sok pici fiú. Hát akkor másik fiút is eldobjuk, így, és akkor így maradnak ennyien. És akkor az úgy jó. És úgy meg vagyunk. Viszont a pávák hogy vannak? Üha. Ebbe nyomták magukat a pávák ide. Azt mondja, egy jeges macinak, hogy mennyi egy jeges medve? 10 000? Hát, ugye konkrétan ideglenesen nem lenne rossz az a hely nekik végül is. Ugye a gazellákat átköltöztessük oda. És akkor ide betenni a jeges macikat. Víziló 4 terhes. Hát jó van, felőlem szülhet, nem, nekem nem baj. Na itt, és akkor most már kezd azért szórakoztatóbb lenni az állatkert? Jó van, most már azért úgy nem olyanok az emberek, mint eddig. Ezt várták amúgy. Jó van. Struccunk is megnyugodott? Meg. És oké. Igen, most már szórakoznak az emberek. Szóval mit lehetne még letenni nekik, amitől így igazából jó lenne? Tudjuk megcsinálni ezt a csúsztát? Aha, hogy ez... Mik voltak itt? Na, oda... Pingvin tojást rakott. Nyúlsi krokodil négy terhes. Megszült a izé is. Jó van. Igen, azért még van egy-kettő ember, aki így nem tartsa szórakoztatónak az átkertet, de hát mondjuk ilyen mindig is lesz. Most azon gondolkodok konkrétan, hogy ezt a csúszdát berakni neki, vagy egy szökőkutat. De hát ez ide meg túl nagy. Szóval ez így meg túl nagy. Hogyha mondjuk így nem lenne túl nagy. Nem tudom. Tehát ezt is ki kell fejleszteni, de mindegy. Egyen lényeg, hogy a struccok benn vannak, most már ez a Safari Park ez így kezd így kiélni magát, ami egy jó dolog azért. Most szerencsére azért szarvasokat is megszabadítottuk őket. Tehát sorba szülnek, és gyerekek sorba jönnek, hogy terhes, terhes, terhes. Gonterhes, minden terhes, nagyon jó. Jó, hogy a krokodil. Magánélet megnyugtató. Aha, de most ugye tőlük is azért kéne elpaterulni, mert nőstény, nőstény, hím, nőstény, nőstény. Egy hím van, a többi mind nőstény. Azt is teherbe teszed? Hát... ez a krokodil, ez konkrétan, ez egy egész nőcsábász, hát itt sorba tette az embereket.
Jó van, jó van. Vagy a hódot kéne betenni, ugye? De az is 10 000. Na most ez itt a kérdés, hogy a grizzly medve és a szarvas, hogy elfér-e ugye egymás mellett. De mondjuk a medve már 15 000. Jó Isten! Mert hogyha ezt megnagyobbítanánk, ugye, és akkor ide betennénk a hódot, csak akkor attól még a Safari Park nem lesz előrébb, ugye? Még igazából annak kell, hogy szórakoztatóbb legyen ennek a résznek, mert ugye itt ide jönnek, és azt mondják, hogy ott ez mi? Hát, igen. Mert nekik hogy betelepettek ide a kis izék. Vizi paci. Jó reggelt, paci. Adané. Ott van egy picike, ott jön még egy majd. Jézus Mária. Nyugodjál meg, jó? Nyugodjál meg. Ezek itt el vannak, elfetrengenek minden. Szóval nem tudom, igaz, szökőkút vagy szarvas legyen ott. Vagy szökőkút vagy csúszda. Tehát a kifejeztés ugyanaz, csak... Szóval ide már nem nagyon tudok mit betenni. Konkrétan. Ugye ott meg ott a rugóhinta, meg ezek. Ezt szerintem igazából nagyon nem is kéne. Most majd ide, ha beteszünk egy szökőkutat is valamikor. Ugye most egy kicsit gyűjtsük a lóvét, hogy meglejen ugye a többiekre. A pici zsiráf, nagyon jó. Ott egy nagy zsiráf. Na, a struc még nem esett, még nem jó van, még a struc még nem esett teherbe. Nyugodjon már mindenki. Egyedül még a struc az, ami egy kicsit tartsa magát. Császár pingvin. Hát, itt most kell. De nézd meg, itt is fiú banda van. Lassan. Jó, hát azért akad egy-két nőstény is. Te be akartál ide, főnök? Hát miért, hol van itt az itató edély? Megijedt a vízilovaktól? Vagy miért nem érte el az itató edény? Mindegy. Na, jó van, azért most már úgy szórakoztató élményben vannak. Orszarvút szeretnének látni, struccot, csimpánzt, gorillát, orszarvú, gazella, kenguru. A kengurunak mi is kell? Az olyan, mint az antilop, nem? Aha. De akkor lehet, hogy azt kellene csinálni, hogy kenguru antilop. Na tessék, kellett emlegetni a strusz, hogy nem esik teherbe, már ott is van. Mert végül is az antilop nem drága. Hogy ezt megcsinálni. De annak meg akkora kerítés. De mondjuk benne lesz a kenguru is. Nem tudom, várjunk, hogy van enneki. Neki már más kell, az a baj. Kisebb kerítést csinálni. Ide nekik. Így. Nem tudom, na mindegy. Egyelőre menjen a lóvé fölfele. Tojást rakott a krokodil, nagyon jó. Hogy ez, hogy itt egy hím van, a többi mind nőstény, ez azért brutál. Páva is terhes. Mindenki terhes, jó van, azért
alakulunk fölfele. És már jön a money. Teve nem kell, mit lehet a vízilogat? Nagyon jó. Nem tudom, azért ezt az antilop kengurut azért ezt még meghagyom. Mondjuk meg lehetne csinálni végül is, mert azt mondja, nem egy rossz toló. Csak mondjuk ez is olyan kérdés, hogy mondjuk ha ide tenném őket, csak ez így kevés lenne nekik, nem? Főleg az, hogy két állat van benn. Mindenképp innen föntről kéne folytatni lefele. Hogy ezt is ki kéne tervezni, hogy hogyan. Hogyha most oda teszem, ugye ide már ugye nagy boltok jönnek mindenképp, a WC, nagy bolt, meg egyéb ilyen dolgok. Ugye azoknak legalább kettő hely kiadás kell. De a tervezést meg lehet csinálni, aztán... Hogy mert akkor... Nem, egyen még odébb. Egyen még odébb. És akkor ide? Hogy férne ez ide? Aha, hát az ja. Igen, az még egyet túl kettővel túl kell tolni. És akkor itt menne fel. Ugye alapból az út. Hát végül is, ja, ide, így a sarokba meg lehet csinálni. Majd a kerítést. Ugye, mert ezen a felén lenne mindenképp akkor a izék, hát... Ja. Ezen a felén lenne mindenképp. Ja, opa, bocsánat. Ezt viszont megcsináljuk, mert itt... Oké. Na, hogy el is tűnt az ajzé. Nagyon jó. Na szóval, hogy akkor ezt meg tudjuk úgy csinálni, hogy ezzel fölmegyünk. Mit tudom, egész végig. Így, és akkor ide jön egy bolt, WC, ajándékbolt, fekőkút, játszótér, kaméleon nézegető, póklátogató, vagy mind a kettő. Mert itt ezt úgyis tovább folytatjuk, ugye? Majd max itt kihozom a kerítést így, és akkor itt is tudják nézni majd őket. És akkor innentől meg lefele megyünk. Viszont hát ugye annyi lesz az egész, hogy hát mondjuk ideig hozom le, akkor itt ugyanúgy megmarad megint a hármas rész. És akkor max egy-két helyen be lehet menni, majd körbenézni, hogy mi a helyzet az állatoknál. Na de viszont akkor, ha elkezdjük ezt a strutz antilop szisztémát berakni. Ugye ennek milyen kerítés kell? Lehet olyan, lehet ilyen. Ennek meg. Hát akkor legyen ez nekik is, ugye ez a fajta kerítés. Aha. Hát persze, majd ha lesz pénz, akkor majd lesz kerítés. Szóval legalább ennek a fele. Így kéne. Ugye mert... Hát lesznek benne, viszont ezek ugye olcsó állatok, nyilván ezek hamarabb kész lesznek. Megvagytok még, pupuk? Megvannak, a gazellák is megvannak, a pingvinek. Ez hősködjé, tetya. Szomjas vagy mi van? Ha most kaptatok vizet. Megmaradj ott, nem akarját jönni, jó? És akkor ti meg így, hogy van két fiú, két nőstény, igaz, most szülni nem tud. De egyelőre megvanna. Most kell ki a páva, jól van. De jó van, végre egy fiú született, jó van. Hála jó Istennek.
Ez beakadt, tehát hogy lehet ilyen hülye egy állat? Ez beakadt. Örök. Szóval mi a séhes, minden bajom van, hát. Nekem is bajom lenne, ha beakadnék. De akkor miért nem mész henni? Főnök. Inkább elmenekül. Nézd meg, hát én nekem kell gondozni itt az állatokat? Jó, hát csak észesztér, aztán meg lesz neki a helye. Zakodjunk benne. Na hát akkor ne lazsáljunk. Hát, miért nem érje el a gondozó? Mi hol van a gondozó? Ja, meg ilyet tőle vagy, mi van? Nem esz meg a krokodil, nyugi. Na. Kezdjük-e megcsinálni akkor a... Itt kell. Hogy ilyen kerítés kell. Hát nagyon szomjas, hát menjen el inni, ott van. Ennek a fele körülbelül valahol... Itt van? Mert... Még egy picit jöhetünk le vele. Hogy így. Ez tovább nem. És akkor innentől majd befele, igaz? Hát, ja, ez kb. A fele. Nagyon szomjas. Hát több asszek, hát így on. Hát, hon van a páva. Enni már elfen. Aludt is egyet. De hát más baja konkrétan nincsen. Na most ivott, jól van. Testmozgás kritikus. Jó, hát most már csak helyre jön. Most már mozog is. Oké. Jó van. Meg fog maradni, nyugalom gyerekek, meg fog maradni. Na majd akkor az orszarvút azt majd be fogjuk tenni, csak egy kicsit így az emberiséget fődobáljuk. Most egyelőre az elmaradt, most a lényeg az, hogy boldogok, aztán csókolom. Ezt megcsináljuk, aztán... És hát elkezdjük, aztán hogyha végre tudunk jutni, akkor jó, ha nem, akkor majd a következő. Adásba összerakjuk. Ez a pici struc, vagy mi? Nem a pici. Hát jó reggelt, te meg itt alszol. Jaj, félkeltettem véletlenül. Struc egy a vízbe is, nem tud úszni. Hát, várjál, most akkor ő volt a struc egy. Ha. És hol van a másik struc? Ah, itt. Struc 2. Víziló megszült közben, nagyon jó. Akkor még a pici struc nincs meg. De a víziló magdag is lassan, mert teli lesz a helyük, nem? Vagy még? Nem, jó van, még nem. Ja, mondjuk a krokodiloktól nem félünk, mert igazából a héjesek majd megeszik egymást, aztán jó van. Most kell ki pont császár pingvin. Ez az. Döbi rokono. Mondjuk még a Thompson kozárák nem, mert még nem a nőstények hullnak ki, addig nincs probléma. És hova tojta a tojást tojon a iszé?
Még azt hiszem, hogyha jó izét olvastam egyszer ennek a játéknak az állatkerti könyvét, akkor által mondjuk ez a legjobb dolog, ha így van megcsinálva valami. Ugye, hogy több állat van egy helyen. Mert akkor ugye azt az állatkertek különlegeset a látogatók is jobban élvezik, azt hiszem. Meg a mi ilyesmi. Mondjuk valóban igazság amúgy. Közben mindig csak 100-an vagyunk az átkertbe. Most született meg Páva 11. Na. Akkor most már nem unalmas, hogy le van téve az a bizbasz. A 107-en már megnézték. És az is épp pókosat. Hú, 988, na. Aztán majd valahol lehet ide is be pattintunk majd egy izét ilyet, mint ahol mások oldalon csináltunk, egy ilyen kis udvarias valami. Azért legyen. De hát... nyilván a pénz. Mi egyelőre a nagy úr. Na, a kerítés az már kész, az jó, az megvan. Majd ide jöhet akkor a többi embereket berakni, egyéb más dolgok. Viszont a karbantartók, és hát már mint ezek a kis kukaürítők, nem tudom. Itt van itt ebből. Ők mindegyik ott ül konkrétan. Itt ül egy. Hogy ebből kell ennyi? Mindegy, egyet kirúgunk szerintem, mert hát úgy is van 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab van. Hát most igazából azon versengenek, hogy kiüljön le a padra. Akkor még egyet kivágunk. Ott van mennyi pad, és így azon versengenek, hogy ki hova üljön. Akkor ez jó. Én ezek a kisboltosoknak annyira most nem jön az ára vissza a dologgal, de... hát, ez mondjuk ez ilyen ez a szakma. Ugye a kisárusok azok mindig. Jó, hát mikor ilyen ugye az elején megy, akkor nyilván azért más. Most fogom majd ide is bekötni egy ATM-et. Dobjátok az adományokat befele? Oda igen. Ide nem. Jó, most egy kicsit hagyjuk a pénzt, hogyha menjen fölfele. A páva most nem kell nekünk. Mert jó lenne mondjuk nyilván az orszarút is, berakti. De hát azt szerintem, hogy már kövibe lesz az orszarvú, meg ugye hát ezeknek is ki kell építeni most majd a terepüket, hogy meglegyen. Mondjuk igazán nem egy botrányos dolog.
megcsinálni, meg ugye majd ezt beépíteni. Ez nem a világ vége, mert szerencsére ugye mivel egy kisebb állat is, ugye amiről van szó, nem is kerül annyiba. Van antiklop. Úgyné. Akkor mit tudom én, kapnak ide egy kis vizet. Meg. Még oda egy kis vizet. Meg oda. Aztán így jó van. Na, akkor legalább a területük is megvan. Aztán akkor mindegy, ezt a... Aha, épp azt akartam mondani, hogy a következőt megvárjuk, mert... Na, a zsiráf három terhes, tessék. Tessék, hát itt a struc. Tessék, hát most már lehet látni strucot, gyerekek. Itt mit láttok amúgy konkrétan? Ott van egy zsiráf a távolba. Ne aludjál, bazeg. Majd neki nem tetszi. Neki valami nem tetszett, itt ásítozott egyet. Kis mocsokja. Hát ezért vannak itt nézők. Jó, van, látnak állatot, nincs baj. Na ezt nézzük már meg, ebben mi van. Egy kobra. Ja, hogy közben jönnek ide nézni állatot is, vagy ezek miért jött ide? Még egy kaméleon. Vagy egy teknős. Úgy. Hát egy Thomson gazella meg méréhes, baszeg, hát. Szomjas is, éhes is, hát itt van, hát de most... Úgyhogy hát töltsed neki, hát tegye, nem érünk rá. De csak ő ilyen. Lehet, hogy ő is be volt ragadva valahova. Mindegy, nyerjük vissza a lóvét. Jó van, szét megalakulunk. De hát egyét, egyja, hát ott a kaja. Igen, megy inni, mint kajálni. De hát akkor most így áll, vagy egyé, vagy bánom is én. De ő a mérges, aha. Jó, ma legalább iszik. Jó, hát előfordul az ilyen, amikor egy állat beakad. Na és ti, jó van, fölnőttek a picikék. Na és akkor így van, akkor... Kettő fiú, kettő nőstény. Aha. Így nézünk ki, jól van. Nem pingvinezik a szarvas, nem pingvinezik.
Majd ezeknél mi lesz, te jó Isten? Hát de ne táncoljál ott, hanem egyél. Ó, hát csak elkezd enni, hát mit tudjak vele csinálni, sajnos éhes. Zebra egy terhes. Oké. Beszaporítsák itt a lényeget amúgy körülbelül. Jó, hát nagy gyerekek. Azt akkor így lesz itt egy antilop kenguru. Egy kis izé kirakat. Beépítsük ezt is, aztán jöhet majd az ószarvú. Aztán majd, ha úgy alakul, majd a hód is. Ugye, mert azért hód se lenne rossz úgy berakni. Még egy gyűrűs parkonak jobban örülnék, de... De egy hód. Hód se lenne rossz. Mondjuk az a baj, a medvét nem tudom, most összetenném a szarvassal, és ugye mondjuk eszejére lehetne akkor betenni valami más kisebb állatot, de... Nem tudom, a medveg, a szarvas, hogy jön neki. Félek, ha nem lesz kaja. Oké. Maga egy gazella kilőve. Nekem a vízilovaknak jó kijött ez a rész. Remélem, hogyha benn lesznek a hódok is így lesz. Na neked mi bajod volt? Mérges volt a víziló. Mi, mert nem tudott többet aludni, vagy mi? Aha. Kikelt a krokodil. Mi lettél, fiú? Hát te meg nőstény. Jól van. Adok minden. Itt is egy pici el. Hopp, hopp. Na, most lesz az, hogy elég lesz nekik a hely, vagy innen is egy kicsit ki kell aprítani pár krokodilt majd. Lehet, ez csak jó. Ez csak jó dolog. Egyre íresebb az állatkert. Nem baj, nem baj. Legyen csak híres. Az kell nekünk. Jó, akkor már lehet azért nem akar tenni, mert túl öreg volt. Nyilván ez is bele van a pakliba. A gyűrűs farkumok itt, azt mindenképp csak öt csillagnál lehet. Nem nagyon akarja kidobni. Nem, mindenképp azért elkezdem berakosgatni a dolgokat. Minden esetre azért. Egy néző, ez legyen kettő, mert hát... Lehetek azt mondja, hogy ott a kapu, igaz? A kapuja. És akkor így. Akkor bedobjuk az adománydobozt.
Rakok egyet ide, egyet ide. A pódiumot azt legutoljára, azt nem akarom előre bedobni. A WC-t viszont egyet ide rakunk. Mondja egy ajándékárus. Hát legyen egy ajándékárus is. Mondjuk az... Hát, a WC mellé tökéletes lesz. Akkor egy kaméleonos. Ez így jöhet. Csak hogy ne legyen unalmas neki. Hoppá. Jó. Akkor egy rugóhintet is bevágunk neki. Az is meglegyen. Mit tudom, milyen kenguru lesz itt, akkor itt kengurut rakjunk. Ezt a padot úgyis rakunk le nekik ide. Ott van a nézőterük, pad, az ott lesz, meg itt lesz, meg itt lesz egyelőre, oda leülnek szépen. Teszünk be nekik egy térkép, hát várj, nem oda kajádát kéne berakni, mert aztán itt jönnek, aztán nem tudnak kajálni, azt nekem meg annyi. Úgyis kajádát oda. Mondjuk ebben most van konkrétan úgyse minden, meg akkor betesszük ezt a vízeset is. Így. Na és akkor kajád van, WC van, WC-t majd még teszünk még egyet ide. Így. Egy ATM szolgáltatást oda. Így. Szóval se legyen probléma. Te most mit akarhatott? Jó, hát mondjuk vannak páran, de most... Miért nem érje? Nyugodjál meg. Jézus Mária, mennyi krokodil van. Hát tudod, ki menne be oda? Na, hát akkor ez így egyelőre... Szórakoztató is, meg minden is. Akkor meg gyors, hát ha be tudom tenni ezt. Meg egy pódiumot gyorsan, hát mondjuk ide. Mondjuk tegyük föl. Akkor úgy lenne az igazi. De figyelj főnök, oda kéne menned, jó? Jó. Remélem a többi az nem ment el. Az ott van, az ott van, ott van, jó van. A többi az maradt ott, ahol van. Szerencsére. Oké. Na, akkor ideig meg vagyunk egyelőre. Hát most ideig föl kell nekik gyalogolni, nincs mese. Hát ez van, gyerekek. Tudom, majd ez lesz egy probléma nekik. Na, föl kell jönni. Hát... Valahonnan el kell indulni. Viszont szerintem megvárom a következő napszakot majd. És akkor lesz majd igazából jó. Na, szóval a következő programban egy antilop, kenguru, meg egy orszarvú lesz, gyerekek. Meg hát persze majd azért ugye ezt is majd valahogy itt kialakítani, hogy jó legyen. Na, hogy bajuk legyen, mert hogy itt nincs semmi. Valami ilyesmi. Na. Szóval gyerekek, ez ennyi egyelőre, és akkor majd innen fogjuk folytatni, addig is tudjátok a dolgotokat. Egy like és feliratkozás. És akkor innen folytatjuk.
Addig is ciao. Ciao.